Az Országos Széchenyi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos, papíralapú és modern elektronikus könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye. Az ide látogatónak a budai vár magasságába kell felemelkednie. Az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit. Az Országos Széchenyi Könyvtár a könyvtárak, a magyarországi könyvtárak között egy különös szerepet, különleges szerepet tölt be. Inkább európai vagy világviszonylatban fogalmaznám meg a helyét elsősorban. Általában a nemzeti könyvtárak kialakulásával kezdeném. Európai országokban szerencsésebb esetekben a nemzeti könyvtárak királyi könyvtárakból alakultak ki. Ez Magyarországon természetesen nem következhetett be, hiszen a királyi könyvtár az jelenleg Bécsben van, tehát a közös múltunk révén. Ezért itt szükségszerűségből adódott az, hogy egy arisztokrata, egy mecénás, egy gazdag úr lépett a királyi könyvtár szerepkörbe, tehát a királyi könyvtárat adományozó szerepkörbe, és ez gróf Széchenyi Ferenc volt. Ugye 1802. november 25-én alapította a könyvtárat, pontosabban Ferenc császár akkor szentesítette a könyvtár alapításáról szóló okiratot, akkor a kézjegyével, akkor látta el. És ekkortól számítjuk mi a Nemzeti Könyvtár létét, tehát 210 éve működik a könyvtár. Szerepköréből adódóan könyvtár is és múzeum is. Ez alapításokor is így volt. Akkor még a múzeális jellegű szerepkör, ez nem különült úgy el a könyvtártól. Ha megnézzük Pannonhalmát vagy Sárospatakot, ez mai napig is egy jelenvaló dolog, hogy könyvtár és múzeum együtt is tud működni, vagyis megjelenni inkább. Ez a Széchenyi Könyvtár esetében is így volt, tehát nem csak könyveket adományozott gróf Széchenyi Ferenc, hanem sok más múzeumi tárgyat is. Na most 1808-ban az országgyűlés határozata alapján jött létre a Nemzeti Múzeum, ebből a gyűjteményből, amit ő adományozott, tehát akkor történt meg egyfajta szétválása a könyvtárnak és a múzeumnak. Majd azt követően egy kis fordulat állt be, mert a Nemzeti Múzeum könyvtáraként működött tovább az Országos Széchenyi Könyvtár egészen 1949-ig, akkor jogilag is szétvált a két intézmény, de épületben maradtak együtt, ugye a Nemzeti Múzeum jelenleg épületében, a Pollák Mihály által tervezett épületben, és 1985-re jött el az az időszak, amikor fizikálisan is külön vált a két intézmény. A könyvtár a muzeális jellegét úgymond megőrizte, hiszen nemzeti könyvtárként nem csak az a feladata, hogy az olvasókat kiszolgálja, hanem az is, hogy könyvmúzeumként megőrizze az utókornak a nyomtatott és egyéb formában megjelent dokumentumokat. A könyvtárak közgazdasági elméleti szempontból Magyarországon nem igen élnek meg a piacon, ezért mindenütt költségvetési szervek, azaz közpénzekből fenntartottak, vagy az önkormányzat, vagy az állam irányítása alatt. Az Országos Széchenyi Könyvtárt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyeli, és ő gyakorlatilag a fenntartó. További kérdés, hogy egy könyvtár funkciója az internet időszakában megtartható-e? Miként lehet a szerzői jogokat az internettel, az új információs igényekkel és a könyvtári tevékenységgel összehangolni? Azon kívül dúl a fogyasztókért zajló küzdelem a versenyszférában is, a kiadók és a könyvterjesztők között, amelyek közt gyakran találhatóak maguk a fogyasztók is, gondoljunk csak a fájlcsere lehetőségére. Mindazonáltal az OSK szeretné a gyűjteményébe köteles példányként bekerült digitalizált anyagokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni dedikált hálózaton keresztül.
A szerzői jogi törvény azt teszi lehetővé, hogy az OSK a digitális gyűjteményét ilyen dedikált hálózaton tegye közzé, ezért ahhoz nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakból, iskolai oktatás célját szolgáló intézményekből, muzeális intézményekből, levéltárakból, valamint kép- és hangarchívumokból, úgynevezett OSK pontokból lehet hozzáférni. De mi is ez a bizonyos köteles példány? Az ország területén kiadott, előállított, bármilyen tájékoztatást vagy gondolatközlést tartalmazó nyilvános közlésre szánt információhordozó eszközből archiválás és bibliográfiai számbavétel céljára jogszabályi előírás alapján ingyenesen és kötelezően a vonatkozó számú köteles példányt az OSK részére be kell szolgáltatni. Országos szerepkörei vannak a könyvtárnak, tehát gondolok itt arra, hogy például a Nemzeti Könyvtár az országos köteles példány szolgáltatásnak a gyűjtőhelye. Tehát ide érkezik be az a 6 köteles példány, amit majd a könyvtár leoszt, úgymond, azoknak a könyvtáraknak, akik erre jogosultak. Tehát 6 példányból ő 2 megőriz, amit említettem az előbb, és a többi 4 példányt az a jogosult könyvtáraknak továbbosztja. De ugyanúgy a könyvtárközi kölcsönzést is említhetném, hogy ez is egy központja, a központi szerepet tölt be, tehát bárhonnan az országból, vagy a világ más könyvtáraiból érkezik egy kérés, az a Nemzeti Könyvtárba érkezik elsősorban, és a Nemzeti Könyvtár továbbítja az adott gyűjteménynek, ahol megtalálható az a könyv. Tehát ez egy ilyen koordináló szerep. Ugyanígy a Nemzeti Könyvtár intézményi keretein belül működik a könyvtári intézet is, amely egy módszertani központ, egy országos módszertani központ, tehát ahol a könyvtárak működését, a gyűjtőköri szabályzatok készülnek, és egyéb az oktatás, a szakmai oktatás folyik, tehát az is egy ilyen központi szerepe a könyvtárnak. Könyvtár személyét egyáltalán a raktár részre is, raktári oldalra is használni. Tehát itt lehet látni, hogy kulcsal záródik, tehát ez le van zárva a raktári oldalra. Ha itt megnézi, akkor itt van a szinteltolódás, tehát az épületnek az eredeti szintjei, azok 8 szint, a raktárak 12 szintesek. Szerintem az Országos Széchenyi Könyvtár az ott kezdődik, hogy aki Budapesten tanul felsőoktatási intézménybe, főiskolán, egyetemen, teljesen mindegy, hogy hol, az előbb vagy utóbb azt figyeltem meg magamon is, hogy el fog jutni az Országos Széchenyi Könyvtárba. Volt olyan időszak, ez ma már nem egészen így van, de nagyon szép időszak volt, és szerintem ez az időszak még el fog jönni, hogy helyszámokat osztogattak a bejáratnál, olyan sok fiatal állt sorba a főbejáratnál, mindenki be akart jutni, olyan sokan tanultak ott, de egyszerű, hogy miért. Aki szakdolgozatot készít, aki kutat valami után, aki valamit akar írni, amit ellenőrizni szeretne, annak muszáj, hogy elvezessen az útja az Országos Széchenyi Könyvtárba. Már csak azért is, mert van egy szlogen, ami nem csak szlogen, hanem még ráadásul igaz is, mégpedig 99%-ban azt az egyet nem merem odaadni, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban minden Magyarországon megjelent könyv megvan. És van egy nagyon furcsa, nagyon szép hangulata a helynek. Ha valaki ide belép, akkor megérzi azt az energiát, amit a többi olvasó, tanuló, kutató ember sugároz magából, és csendben kell lenni, az embert elkapja az áhítat, és csak egyetlen dologra tud koncentrálni, arra a munkára, ami miatt fölment. Van fönt a színház történeti tár, ahova például én rendszeresen megyek, oda kezdtem azt hiszem én először járni egyetemista koromba. Ott készültem föl szakdolgozatra. Petőfi Színház történetéből írtam szakdolgozatot, amelynek ugye ma már csak a nyoma van meg, hiszen ez a mostani Thália Színház. És az Országos Széchenyi Könyvtárban megvannak például nem csak a könyvek, hanem a régi plakátok, szórólapok, színlapok, szövegkönyvek. És ezeket az ember ugye, amikor ír például színházról, ellenőrzi, kikéri, megnézi,
tényleg az a színész játszotta? Tényleg benne volt? Tényleg ő rendezt? Mikor volt pontosan a bemutató? Egy csomó helyen például, mondok egy apróságot, hibásan jelennek meg könyvekben bemutató időpontok. Na de ugye megvannak az eredeti plakátok, tehát az ember tudja ellenőrizni azt, hogy mikor volt egy adott bemutató. Várostörténet. Erzsébet város történetét kutatom, és egy csomó olyan könyv, ami máshol nincs meg, mert 500 példányban adtak ki egy kis füzetet. Valamilyen helytörténeti vetélkedő kapcsán az itt, mint köteles példány befut. Tehát megvan, meg tudom nézni, ellenőrizni tudom, fénymásolni tudom, vagy ha kell, a hölgyek nagyon szívesen, természetesen pénzért megcsinálják elektronikus formában is, és akkor hazaviheted magaddal. Tényleg azt gondolom, hogy ma Magyarországon a kultúrában, a szellemi életben az Országos Széchenyi Könyvtár az egy olyan kihagyhatatlan dolog, ami nem egy szlogán, hanem előbb vagy utóbb valamiért ki fogsz kötni a Széchenyi Könyvtárba, mert valamit valahol nem találtál meg, mert hiányzik egy adat, mert hiányzik egy név, mert hiányzik egy apróság, és azt fogod észrevenni, hogy fönt ülsz a Széchenyi Könyvtár olvasótermében, és hol a könyvet nézed, hol pedig a Dunát.